Támogatóink a BMW, a Kawasaki és a Yamaha. Az onboard kamerákat a MyActionCam biztosítja. A ruházatunkról a Danger Bikes gondoskodik. Média partnereink a Motorrevő magazin, a motorinfo.hu, valamint a MotorAge magazin. A helyszínt a Suelto Bistro biztosította. www.suelto.hu. Sziasztok, a Go Bike magazin februári adását látjátok, ismét a Suelto Bistróban ülünk, versenyzőkkel, illetve versenycsapatok vezetőivel fogunk beszélgetni az idei tervekről, illetve lehetőségekről. Mi motorosok nagyon várjuk már a tavaszt, várjuk a jó időnek a beköszöntét, és az első ilyen mérföldkő, hogy úgy mondjam, a tavasz vagy a motoros szezon jelzése a Budapesti Motor Fesztivál, ami idén is megrendezésre kerül március 20-21-22-én. Erről fogunk egy picit beszélgetni. Mit kell tudni az idei motorfesztiválról, mivel készülnek az importőrök, kikkel tudunk találkozni itt a kiállításon? Hát nagyon jól fogalmaztál, ez egy szezonindító esemény. Reméljük, hogy a jó idő párhuzamosan érkezik. Azt kell tudni a kiállításról, hogy egyrészt egy kiállítás, másrészt egy nagyon színes program. Jellemzően ugye a motorkiállítók bemutatják az újdonságokat és a teljes kínálatukat, míg emellett számos olyan programmal készülünk, ami a motorosok számára kedves és érdekes és látványos. Azt tudni kell, hogy ugye a motorfesztivál most már negyedik éve közösen a Tuning Show-val kerül megrendezésre, Automotor és Tuning Show név alatt. És hát ez egy olyan rendezvény, amivel azoknak próbálunk kedvezni, akik szeretik a robbanó motorokat, hogy így fogalmazza. A programunk tekintetében kiemelném azt, hogy most már szintén harmadik éve nálunk kerül megrendezésre a Stunt Riding magyarországi bajnokságnak az első fordulója. Ez 2015 márciusában is így lesz. Emellett számos olyan motoros programmal készülünk, ami a rendezvény területén ingyenes és minden látogató számára biztosított. Mind interaktív, mind pedig csak látványosság tekintetében. Értem ez alatt a tesztmotorozást, használt motorok vására lesz idén, amit újdonságként említenék. Biztonságtechnikai bemutatók, rendőrmotoros bemutatók, motoros mentők mutatnak be bemutatókat. Tehát rengeteg olyan bemutató, amivel a hétköznapokban motorosok nem találkoznak, de mégis köthető magához a motorozáshoz. Illetve hát számtalan újdonság, ami a 2015-ös évben a kereskedők és az importőrök reményeink szerint bemutatnak a rendezvényen. Milyen márkákkal és importőrökkel tudunk találkozni a motorfesztiválon? Hát, mint ahogy az eddigi években is, minden márka képviseli magát gyakorlatilag a kiállításon. Kisebb, nagyon mértékben, ez jellemzően ugye a piaci jelenlétükkel van arányban. Mi törekszünk arra, hogy mindenki hasonló és megfelelő mértékben képviselje magát a rendezvényen. Természetesen azért, hogy a látogatók minél színesebb kínálattal találkozhassanak. Itt az érdeklődők nem csak a klasszikus motorokkal találkozhatnak, tehát az újdonságok bemutatása mellett most már szintén harmadik éve nálunk látható az első magyar épített motorok és autók találkozója, az EMAT, ahol számtalan olyan kétkerekű járművel találkozhatnak a látogatók, amik egyedi építés, egyedi tervezés alapján készültek. Én úgy gondolom, hogy ezek is nagyon nagy érdeklődésre adnak alapot. Ugyanígy meg kell, hogy említsem a Tuning Show-t, mint társrendezvényt, aki idén 10. jubileumát ünnepli a rendezvény keretein belül. Ők nem a kétkerekű járművek iránti szeretetet képviselik, hanem inkább a négykerekű járművek. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a látogatói kör az mindkét tematikát egyenlően szereti, és mind a kettő megfelelő látványt és izgalmat fog nyújtani majd a látogatóknak. A programok között még megemlíteném a freestyle motocross bemutatót, ami szabadtéren kerül idén is megrendezésre, és hát olyan látványos bemutatókkal találkozhatunk a tavalyi évben is, amit remélünk, hogy az idén felül tudnak múlni majd azok a motorosok, akik a bemutatót tartják. Mi mindenképp számítunk egy szaltóra minimum. Érdekes vendégül velem szemben. De jó, kösz. Akiről azt lehet mondani, hogy szinte mindenki ismeri. Én úgy gondolom, hogy bátran beszélhetek veled. Szerintem inkább mondjuk azt, hogy családjában híres autóversenyző, és akkor ez így diplomatikus. Az apropó, amiből adódóan itt vagy most köztünk, az, hogy az idei évben a műsorainkban meg fogsz jelenni egyszer-kétszer. Király!
meghívtunk ugye tesztelésekre. Ezen kívül ugye megy a saját műsorotok a Digin. Az lenne a kérdés, hogy milyen terveitek vannak az idei évben. Visszadobom a labdát, a Go Bike magazinnal közösen szimbiózisban dolgozunk együtt. Én egyébként azt vallom, hogy ebben a hazai autó- és motorsport társadalomban ezek a fajta kis produkciók, ha összedolgoznak, akkor talán megy előre a szekerünk. Ugye azért elértük a Mariana árok legmélyét, még ott is lehet ásni egy gödröt, ebből meg kell próbálnunk kimászni. És itt most magára az egész motorsport verzióra gondolok, vagy autosport verzióra, tehát építkeznünk kell. Az olyan fajta emberek, mint ti vagytok, az olyan fajta emberek, mint mi vagyunk, mindenféle szerénység nélkül, szerintem ezért az egész ügyért valamit megpróbálnak tenni. Megpróbáljuk az egészet színesebbé, érthetőbbé és a nézőkhöz közelállóbbá hozni, hogy az otthon levest kavargató néni is megértse, hogy miről van szó, és mi ez a fajta, csúnya szót fogok mondani, narkó, amivel mi meg vagyunk fertőzve. Hiszen benzin csörgedezik az ereinkben, nektek két keréken, nekünk négy keréken, és ez a fajta együttműködés szerintem egy jó pofa történet lehet. Ezt nagyon sok helyen megpróbálom egyébként ecsetelni, hogy nem egymás ellen kell lennünk gyerekek, hanem egymásért, és akkor az egész tud működőképes lenni. Az, hogy a film nélkül hogyan néz ki a 2015-ös esztendőben, az még egy nagyon jó kérdés. Próbálunk mi is folyamatosan megújulni, új dolgokat kitalálni, valahogy az egészet egy teljesen más szekcióba elvinni, mint a hagyományos autósportműsorok. Semmi esetre sem lesz a géptető előtt interjút készítő verzió, hogy milyen beállításokkal mentél, elégedett vagy-e az eredményeddel, a guminyomásod megfelelő-e, ez nem lesz. Őrültség lesz, hülyéskedés lesz, szurkálódás lesz, savazás lesz, irónia lesz, sőt, önirónia is lesz, úgyhogy csináljunk barnából hülyét, nyugodtan vállalom, hogy az elmúlt 15-16 évet azért én a televízió képernyőjén töltöttem, több inkább kevesebb sikerrel, és hát megpróbáljuk a megszerzett tapasztalatokat átültetni tényleg egy ilyen saját autósport műsorra. Talán azt lehet mondani, hogy egy új élőszövet az autó- és motorsport magazinok ridegfényvázán. Kevesen tudják rólad, hogy te motorozol is, és az előző szavaidból már úgy érthető, illetve érezhető az, hogy az autós és motoros társadalmat egy kicsit össze akarod te is húzni, mert nem egymás ellen vagyunk, ugyanazon az úton közlekedünk. Az lenne igazándiból a kérdésem, hogy azon kívül, hogy műsort gyártasz, vagy gyártotok, bocsánat, mert egy teamről van szó. Mint ahogy nálatok is. Versenyzés, netalántán kalandvágyból, úgy, mint régen. Mindenképp a versenyzés nem maradhat ki az életünkből. Egyébként nagyon furcsa, ugye a producer úr, a navigátor társam, ő ugye a Magyar Rally Bajnokságban ül a jobb oldalon, Olli Sándor mellett, tehát neki is megvan ez a fajta endorfin fertőzés. Én meg ugye a hosszú távú túrákkal próbálom meg egy kicsit pótolni azt az adrenalin hiányt, amivel egyébként szenvedek. Nagyon hiányzik a versenyzés, eszméletlen, hogy milyen fajta függőséget okoz. A szilveszteren volt alkalma menni egy M3-as BMW-vel, halka jegyzem meg, de ezt senkinek nem mondjátok el, a tévénézőknek se, hogy azért az a 20 év trabantozás helyett, ha én kardános járművel mentem volna, akkor most azért más dimenzióban gondolkoznék, elismerem a kardán adta lehetőségeket. Óriási élmény volt, és ugye Pulai imit a Bobost tudtuk vinni, tehát azon röhögtünk, hogy a Bobon sincs fék, én se fékezzek. Jó van, mondom, bátya, akkor nem fogok. Alig fért be az autóba, ugye kb. Egy méterre magasabb, mint én vagyok. De nagyon nagy élmény volt, és az, amikor a rajt előtt elfogy a nyálad. Azt hiszem, ezt mindannyian tudjátok, hogy miről beszélek. Az azt jelenti, hogy erre még mindig szükségünk van. És amikor elrajtolsz, akkor megszűnik a világ, kisimul és boldog leszel. Tehát ezt semmilyen más segédanyag nem tudja pótolni. Idézőjelben mondom persze természetesen egészet, úgyhogy a versenyzésre szükségünk van. Én megpróbálom a műsort úgy intézni, vagy megpróbáljuk úgy intézni, hogy ezt rendeljük mindenek alá. Tehát, hogyha versenyzést lehetőség van, akkor is inkább az első számú szempont a műsorkészítés. Emellé férjen bele a túrázás, ez egy ilyen kvázi mellékszálig margó mellett, hiszen nem mindegy, hogy az ember ezt nagyon komolyan veszi, maximálisan, professzionálisan csinálja, a kettő együtt biztos, hogy nem megy. Tehát választani kell, vagy versenyzünk, vagy tévéműsort és rádióműsort készítünk. 40 éves lettem az idén, elmúltam már 20, néha visszanézem a trabantos mentalitásomat, hogy milyen bátran közlekedtünk azzal a kétütemű two-stroke, two-cylinder, 20 horsepower-rel, tényleg eszméletlen, ennél már azért higgadtabb vagyok. És szeretném ezt a produkciót minél inkább professzionálisabbá fejleszteni.
a vágóval, az asszisztens kisasszonnyal, a producerrel együtt, úgyhogy remélem, hogy előbb-utóbb majd adódik lehetőség a versenyzésre, de ettől függetlenül azért én is egy csibesárga motorral, ha akarok, akkor ki tudok menni az erdőbe és játszani, négy ütemű, és próbálunk motoros cimborákat mi is segíteni, négykerekű motoros cimborákat is. Tehát én azt hiszem, hogy az a fajta élet, hogy legalább a közelében vagyunk, ez már valamilyen szinten pótolja ezt az egészet. Nagyon szeretnék versenyezni, még egyszer mondom, nagyon-nagyon hiányzik, de ha más nem jut jelen pillanatban csak a hosszú távú túrázás, akkor azzal most megelégszem, mert ezt a fajta habzsóhárt mentalitást nem kell csinálni. Ezt már, erre már megtanított az élet, az öreg kaporszakálló. Hát akkor csak annyit tudok mondani, hogy találkozunk a GoBike-ban, félelem nélkül. GoBike forever! The best motorsport show! Tudok angolul! A Cross rovatunk szakértőjével és szerkesztőjével beszélgetünk egy picit. Végre nem csak a hangját halljuk, hanem az arcát is tudjuk a hanghoz kapcsolni. Nagy Norbertel beszélgetünk egy picit a magyarországi motocross életről. Kezdjük el, első körben beszélünk egy picit a tavalyi évről. Hogyan alakult a tavalyi év, a 2014-es éve a magyar motocrossosoknak? A 2014-es év szerintem sikernek tudható be, hiszen a magyarországi versenyek is nagyon nagy népszerűségnek örventek, többek között ugye a GoBike adásoknak is. Nőtt a nézőszám, nőtt a nevezőszám, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy színvonalas bajnokságot rendezett a Magyar Motorsport Szövetség motocross szakága. Emellett nyilván voltak külföldi sikerek is, hiszen Kovács Ádám Zsolt 11 évesen Európa bajnoki 9. helyezett lett, megnyerte a cseh bajnokságot, Németh Kornél világbajnoki pontokat szerzett az olasz nagy díjon a motocross király kategóriájában, Svoboda Bence pedig ugye ugyanezen a versenyen, az Európa bajnoki versenyen harmadik helyezést ért el. Úgyhogy azt, összességében azt lehet mondani, hogy egy nagyon sikeres évet tudhat maga mögött a motocross szakág. Beszéljünk egy picit a magyar válogatottról, a Team Hungary-ről. Mióta tudunk mi így a Cross VB-re csapatként versenyzőket nevezni, illetve hogyan alakult az utóbbi, a tavalyi év, illetve a korábbi évek? Ugye ez a Nemzetek Cross, ez az MX of Nations, ahol tulajdonképpen a válogatottak versenyeznek egymással, nem pedig az egyének, ugye ezért is különleges kicsit ez a verseny, mert így a technikai sportokban nem lehet azt mondani, hogy nagyon elterjedt ez a formáció. Ez tulajdonképpen a motocrossban azért egy ilyen hagyományos verseny, mert ez még előbb volt a csapat világbajnokság, mint az egyéni világbajnokság, elbírták ki, tehát először a nemzetek versenyeztek egymással, és ez így fönnmaradt az utókorban, és ez tényleg az utókorra is, és ez tényleg a legjobb, meg a legnagyobb esemény a nemzetközi motocross életben, hiszen jönnek az amerikaiak, tényleg mindenki a legjobb versenyzőjét küldi csatasorba, három versenyzőből áll egy válogatott, és ez a három ember, tehát három külön kategóriában ilyen körmérkőzésszerűen mérkőznek meg, és az összeadott eredményeik alkotják tulajdonképpen a végeredményt. És a magyar válogatott 2014-ben zsinórban a harmadik éve jutott ki erre a rangos eseményre. Hát nyilván azért a felkészültségünk, illetve a lehetőségeink azok nem ugyanazok, mint egy élnemzetnek, Franciaország, Nagy-Britannia, az Amerikai Egyesült Államok, úgyhogy nekünk ott tulajdonképpen csak a tisztes helytállás a cél, illetve az, hogy megmutassuk magunkat, hogy azért Magyarországon is van motocross itt Kelet-Európában. És tulajdonképpen ott ugye nekünk a kvalifikáció a cél, tehát ahhoz, hogy a legjobb 20 nemzetbe bejussunk, és részt vegyünk a döntő három futamon. Hát most az utóbbi három évben nem sikerült egyszer sem, de nem feltétlenül csak a versenyzőkön múlott, hanem hát azért ez egy technikai sport, és sajnos a szerencse sem állt mindig mögöttünk, de tényleg azt lehet mondani, hogy az utóbbi két-három évben olyan megjelenéssel mentünk ki, és jelentünk meg tulajdonképpen a vezető nemzetek között, hogy még a FIM is megdicsért minket, hogy kis országtól nem számítottak arra, hogy lesz csapatkamion, szép egységes motordizájn, akkor például ez a felső, ami rajtam van, ez is egy ilyen különlegesség volt tavaly. Az idei évre? Az idei évben Franciaországban lesz a verseny, és a távolság miatt
ez egyelőre nincsen prioritásban a Magyar Motorsport Szövetségnél, hogy válogatottot küldjünk oda. Természetesen ez még egy nem lefutott ügy, megpróbálja megteremteni a szövetség is, illetve a versenyzőket kiszolgáló csapatok, hogy megint ott tudjunk lenni. Beszélj még egy fontos dologra, a MAMS minden évben kiosztja az év sportolója címet. Ha jól tudom, idén egy motocrossos kapta, ráadásul egy eléggé fiatal motocrossos, Kovács Ádám. Igen, idén is egy motocrossos kapta, mert tavaly a Németh Kornél lett az év versenyzője. Nyilván ugye versenyzőkről van szó, így a szakágak között is van egy kis rivalizálás, és valóban Kovács Ádám Zsolt, a 11 éves motocrossos tehetség lett 2014-ben az év versenyzője a Magyar Motorsport Szövetség szavazatai alapján. Hát mit kell tudni róla? Egy nagyon-nagyon tehetséges versenyző, azt mondják róla, hogy ő lesz a következő Németh Kornél, hát minden esélye megvan arra, hogy ő legyen a következő Németh Kornél, hiszen nagyszerű eredményeket ér el külföldön. Ennek köszönhetően le is szerződtette őt egy cseh csapat a 2015-ös évre, és a cseh bajnokság mellett az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon is találkozhatunk ő vele, és ezekben a pillanatokban is egyébként Hollandiában készül egy Supercross versenyen, és tényleg remélhetőleg ez a lendület ki fog tartani 30 éves koráig, és ő lesz majd Magyarország motocross világbajnoka. Kevés csapattal találkozunk a magyar motorsport életében, vagy egyre kevesebben sajnos, akik fönn tudnak maradni, viszont vannak olyan csapatok, akik nem hogy fönn maradnak, hanem szépen lassan azért fejlődni is tudnak. Az egyik ilyen csapat szerintem a Tom Racing Motorsport Team, velük beszélgetünk a mai adásban egy picit. Vendégünk Bill Ricci, a csapat vezető, nem is tudom mi a titulusod a csapaton belül. Tulajdonos és csapatkoordinátor. Csapattulajdonos és csapatkoordinátor. Beszéljünk egy picit első körben a csapatról, hogy milyen versenyzőkből áll a csapat, elég széles körű a Tom Racing Motorsport Team. De igen, amikor megalakultunk, akkor kifejezetten a gyorsasági motorsport volt az elsődleges fővonalunk. Aztán az évek során ez kicsit kiterjedt, és nyitottunk az autó, illetve a gyorsulás fele is. Autóban elsősorban a drift az, ami közel áll hozzánk, és most már tavaly évben két versenyzőnk is volt. Nem szeretnék előre menni, de idén ennél több lesz. Illetve a gyorsulási versenyek terén a Kohári Zoltánnak a dragacsa is csatlakozott hozzánk. Úgyhogy az autós portfólió is bővül, hál' Istennek. Beszélgessünk egy picit a tavalyi évről, a 2014-es évről, milyen bajnokságokba, kupasorozatokba szerepelt a csapat, és kik voltak a versenyzőitek. Gyorsasági motorsportban Gyutai Adrián a kiemelt versenyzőnk. Tavalyi évben az IMRC bajnokságban, Magyar bajnokságban indult, illetve az Alpakadria bajnokságban. A szezon feléig kiemelkedő eredményei voltak, pályacsúcsok, futamgyőzelmek és vezette is a bajnokságot. Viszont utána utolért a bar szerencse minket is, és sajnos volt először volt egy vezetői hibája, elesett, utána pedig volt egy műszaki hibája. Jó, tudom, akkor Moszba volt talán egy... Moszba csak elesett, és utána kizárták, aztán volt a motor probléma, és egy versennyel később Poznanban pedig úgy esett el, hogy a kulcsontját törte, és már Magyarországon műtötték, de úgy nézett ki, hogy véget is ér a szezon számára, a 2014-es. Ettől függetlenül motorra tudott ülni az év utolsó versenyén, ahol dobogós helyezéseket ért el, és az év végi összetetben mindhárom bajnokságban harmadik helyezést ért el. Sőt, ezt követően még Olaszországban is volt egy olasz bajnoki futamon, ami egy jóval erősebb és majdnem az egyik legerősebb mezőny itt Európában, és ott is a 39 fős mezőnynek a közepén végzett, 11. talán, ha jól emlékszem, 11. helyen végzett, ami egy nagyon jó eredmény, és kitűnő zárása volt az évnek. És az autósok hogyan végeztek a tavalyi évben? Az autósoknál Simon Csabi és Radák János volt a két versenyzőnk. Nagy reményekkel vártunk neki az évnek. Évelején még voltak kisebb technikai problémáink, amiket ki kellett küszöbölni. Csabinak egy teljesen új autója épült a tél folyamán. A második-harmadik versenyre már összeállt a technika, és Bélkőhegyen nagyon eredményes volt az előfutamok során, viszont a versenyen volt egy berobbanó oldalüvege, emiatt a következő körben az összes füst bejött a kabinba, és össze is törte az autót. Úgyhogy hát
mondhatni egy győzelemtől fosztott meg minket egy oldalüveg. Radírnak viszont egész évben technikai problémája volt, úgyhogy utáni élete legsikertelenebb szezonján van túl. Bízunk benne, hogy jövőre ez változik. És mik a terveitek az idei évre, autós-motoros fronton egyaránt? Ha szabad erről beszélni. Most már azt mondom, hogy publikus, már vagyunk annyira előre haladott időben. Adrián teljes szezon fog futni az olasz bajnokságban, hogy melyik kategóriában az még nem dőlt el. Emellett szeretnénk, hogyha az IMRC-ben, az Alpok Adriában és a Magyar Bajnokságban is el tudna indulni, akár futamokon, akár teljes szezonban, ez nyilván függ a felkészültségtől. Az autósok terén Csabi elhagyta a csapatot, és egy új versenyzővel állunk fel a 2015-ös szezonra, Kerényi Ádám lesz az, aki a csapathoz szegődött. Őről annyit kell tudni, hogy kétszeres magyar bajnok és háromszoros Európa bajnok drift versenyző, és reméljük, hogy a csapat színeiben lesz ő az első, aki a King of Europe-nak a címvédője lehet. És akkor így két egymás követő szezonban, illetve hát négyszeres Európa bajnok lesz, és két egymás követő szezonban is első helyezést ér el. Aki nyomon követi a Superstock világkupa eredményeit, az biztos sokszor találkozott már Németh Balázsnak a nevével. Vele fogunk egy picit beszélgetni. Első körben beszéljünk egy picit arról, hogy a 2014-es szezonban milyen motorral és milyen csapattal indultál, illetve néhány szót beszéljünk erről a Superstock világkupáról, hogyha valaki esetleg nem ismerné ezt a bajnokságot. 2004-ben egy olasz csapat színeibe, a Pedercini Racingnél versenyeztem, Superstock 1000-es kategóriába. Erről annyit kell tudni, hogy ez a Superbike világbajnokságnak az egyik betétfutama, és csak Európában rendezik, tengeren túli versenyek nincsenek. Egy Kawasaki ZX10-es motorral mentem, amit a olasz csapat készített fel számomra, és én a versenyekre mentem ki, és ott biztosították számomra a technikát. Ugye voltak top 10-es eredményei, volt egy-két nullázott futamod, illetve jól tudom, akkor volt sérülésed is. A legjobb eredményem az 6. helyezés volt Imolában, aztán voltam még kétszer top 10-ben. Az első futamon sajnos elcsúsztam, és a számomra utolsó futamon, a herezi futamon ott is elestem, és ott sajnos egy komoly sérülést is szereztem. Eltört a térdem, azt műteni is kellett, meg is csavarozták, illetve a bokám is eltört, meg a szalagok is sérültek, úgyhogy emiatt az utolsó manikúri futamat ki kellett, hogy hagyjam. Miben látod annak a kulcsát, hogy esetleg a dobogó közelébe vagy dobogós helyezéseket sikerül megszerelned? Ez alapvetően a technikán múlik, felkészülése, mi az, amiben esetleg az idei évre talán előrébb tudtok lépni, vagy mi az, amit a tavalyi évben egy picit talán máshogy csináltál volna, hogy miben látod az előrelépésnek a titkát vagy a kulcsát? Hát úgy érzem, hogy a Pedercini csapatnál a technikai háttér az adott volt, nagyon jól fel voltak készítve a motorok, ugye abból is látszik, hogy az egyik csapattársam végül is épp vagy második lett, majdnem megnyerte a bajnokságot, ez utolsó futamon dőlt el a bajnoki cím sor. És akkor azt kijelenthetjük, hogy csapaton belül akkor egyenlő esélyekkel indul mindenki? Hát végül is igen, a technikai háttér az egyenlő volt mindenki számára. Kicsit azt mondanám, hogy ami érthető is, hogy kicsit több figyelmet fordítottak a olasz pilótára nyilván, mert ugye ő bajnok esélyes volt, de így is azt mondom, hogy jó kiszolgálást kaptunk. És az idei évre van esetleg már szerződésed, mi az, amiről tudunk beszélni a 2015-ös szezont illetően? Hát még nincsen szerződése, meg nem tudom, melyik csapatnál fog indulni. Van több ajánlatunk külföldi, meg itthoni csapatoktól is. Annyi biztos, hogy szeretnék jövőre is Stock 1000-be indulni, ugye most felemelték a korhatárt 28 évre, úgyhogy még maradhatok ebbe a kategóriába, és szerintem számomra ez a legjobb kategória, ugye sokkal olcsóbb, mint a Superbike vagy a Supersport, és azért, ahogy már idén is a hírekből látszik, jövőre talán még erősebb lesz a Stock 1000-es mezőny, úgyhogy várom már nagyon. A
A Go Bike magazint láttátok Jancsi bácsival és velem. Legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk itt a Digisport csatornáján. Addig is a korábbi műsorainkat meg tudjátok nézni a YouTube-on, illetve ne felejtsetek el minket lájkolni a Facebookon. Sziasztok! Sziasztok! A helyszínt a Suelto Bistro biztosította. www.suelto.hu Támogatóink a BMW, a Kawasaki és a Yamaha. Az onboard kamerákat a MyActionCam biztosítja. A ruházatunkról a Danger Bikes gondoskodik. Média partnereink a Motorrevue magazin, a motorinfo.hu, valamint a Motorage magazin.